Szóval hát az elmúlt időszak az kicsit egy, hogy mondjam, megterhelő volt. Az elmúlt 3-4 hétben annyiból állt az egész, hogy útrangokra jártam folyamatosan néztük, hogy mennyit csökken a sérülésem. 5 centiről indultunk, egy 5 centis szakadásom volt, 2 hét alatt lett 1,5 centi belőle. Utána is most az utolsó az már majdnem negatív lett, tehát majd azt mondom, hogy 5 mm-t találtak még valamit, szóval jóformán egészséges vagyok. Ez idő alatt hát Bettivel nagyon sokat gyógytornáztunk, úgyhogy az biztos, hogy nagyon sokat segített a felépülésbe, illetve folyamatos kezeléseket kaptam. Kaptam ultrahangot, mágnest, papimit, mindent, ami ennek a módja. Úgyhogy igazából nem nagyon hagyta pihenni, hála jó Istennek, és hát ennek az eredménye az, hogy 4 hét után sikerült, már a jó formán most már futnom kint is. Úgyhogy rövid időn belül, ha minden jól alakul, akkor sikerül pályára is lépni. Mikor térsz vissza szerinted? Jó vasnap Nyíregyháza ellen, vagy az még nem tud egyelőre? Egyelőre, hát én nem tudom, de majd a testem az megmondja, hogy mikor. Terveim szerint úgy néz ki, hogy ha minden így marad és így megy tovább, akkor jövő hét közepe felé már szeretnék teljes értékű edzésben részt venni, és hogyha ez sikerül, akkor onnantól kezdve ez már a mesterik dolog.